Jó estét kívánok! Több mint 100 éve szolgálják a védőnők a családokat, a társadalmat. Az ő tiszteletükre rendezik meg minden évben a Védőnők Napját, ahol a legjobbakat jutalmazzák is. Erről lesz szó a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! A jeles nap a Stefánia belga hercegnő védnöksége alatt létrejött Országos Stefánia Szövetségnek állít emléket, mely 1915. június 13-án alakult meg Budapesten. A mai magyar örökségdíjas védőnői szolgálat országos hálózata egyedülálló Európában, hungarikumként is számon tartják. Egy olyan időszakban született meg, amikor a nemzetünk felett nagyon erős, borús időt, pénzi hatalos időt jártam. Az akkori gondolat, ami létrehozta a védőnői szolgálatot, ma is aktuális, csak kicsit átformálva. Hiszen nincs volt a cél annak idején. Annak idején az első világháború időszakában a fogyó nemzet megtartása érdekében szükség volt minden megszületendő és megszületett gyermek kiemelt védelmére. És én ma is azt mondom, hogy egy társadalomban akkor mennek rendben a dolgok, abban az adott társadalomban a fiatal generációt, világrakozó édesanyákat és magát a megszületett fiatal generációt és a megszületendő fiatal generációt, újabb generációt a legkiemeltebb figyelem és a legszélesebb gondoskodás övezik. És ennek a gondoskodásnak a zászlós hajója a védelmi szolgálat. A védelmi szolgálatban dolgozóknak a szakmai felkészültsége már kezdetektől fogva nagy jelentőséggel bírt, hiszen már 1916-ban Helyen Pál koordinációjával megkezdődött a védőnőknek a szervezetre rendezett képzése, majd 1917-től már országos szinten a védőnői szolgálatnak a, hogy mondjam, igénybe vételre a szolgáltatásának az elfogadása, alkalmazása kötelezővé vált. Majd 1975-től már 3 éves képzésben részesültek a védőnök is, 1989-től pedig főiskolai diplomával rendelkező védőnök láthatják el ezt a nemes feladatot. Ha visszatekintünk az előbbi célra, amit az előbb említettem, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ma nem a háború kizeteli, és nem a háború az akadálya, hogy nemzetünk növekedjen, létszámában gyarapodjon, hanem egy torz liberális gondolkodás, amely teret ad a parton a szexualitásnak, kiterjesztőre akarja értelmezni az abortusz kérdését, és szét akarja rugolni a társadalom alapegységét, a család. Elkötelezett módon hirdetem, hogy a család az az új sejtje a társadalomnak, amely a jövő gondot fordítunk, kiemelt figyelmet számunk. Ez az ősejt, ha egészséges, és ha alkalmazzuk, és használjuk, nyilván nem a szószoros értelmében veszem, és gondolom, akkor ez az őség képes a társadalmat, képes a nemzetet gyógyítani. És ebben a munkában önöknek nélkülözhetetlen feladata van. Tehát az önök szolgálata a nemzet szolgálatában megkerülhetetlen hiánypótló és képviselő. Kellő megbecsültség akár anyagi és erkölcsi értelemben, még nem az a szintű és nem az a teljesítő, amelyet önök megérdemelnek. Kívánom önöknek, hogy ez fokozatosan növekedjék a kormányzat részéről, a társadalom részéről, mint a morális, mint az anyagi megbecsültség. Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok szerint fontos, hogy a védőnők a szakmai tudás birtoklása mellett legyenek mindig naprakészek, empatikusak és toleránsak, valamint szeressék az embereket és a gyerekeket. Kiemelte, hogy a városban jól működik a védőnői hálózat. Szerencsére Székesfehérváron a védőnői állások betöltöttek, tehát az iskolavédőnök és a területi védőnök is kellő létszámban dolgoznak, és tehetnek értünk, a gyerekeinkért és a felnőttekért is. Milyen jelentősége van egyébként ennek a napnak a város életében? Védőnőnek lenni egy hungarikum, egy nagy találmány, hogy valaki vigyázzon a családokra, felügyelje a gyerekeinket, és a felnőtteknél pedig ők rájuk elsősorban a prevenció területén számítunk. Ők részt vesznek a város egészségfejlesztési tervében,
az egészségnapjainkon végeznek felméréseket, szűréseket, tanácsadásokat, úgyhogy nagyon fontos láncszemei ők is a város egészségügyének. A városban már 8 éves hagyománya van annak, hogy megköszönjék és elismerjék a védőnők áldozatos munkáját. Kamara törekszik arra, a területi szervezet, hogy csináljunk, rendezzünk olyan ünnepeket, ahol a szakdolgozók kitüntetést kaphatnak kiváló munkájukért. A fő motiváció az volt, hogy teremtsünk egy olyan közeget a védőnők számára, ahol találkozhatnak egymásra, hiszen tudjuk, hogy egy-egy körzetben egy-egy védőnő dolgozik, és nagyon ritkán találkoznak egymással. Így ez az ünnepség lehetőséget ad arra, hogy egymással baráti kapcsolatok alakulhassanak ki, hogy a szakma problémáit megvitathassák, és ünnepeljék a legjobbjaikat. Ebben nyújtottunk mi, vagy erre nyújtottunk mi lehetőséget a szakdolgozói kamarával. A díj, amit mi adunk, az egy oklevél, egy plakett, amin egy csecsemőjét átölelő anya van, és ehhez természetesen kapnak pénzjutalmat is a kitüntetettek, de a munkáltatóiktól. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon nemes hagyomány, és mindenki más munkáltatónak is tudom ajánlani, hogy ezt tegyék a magukével. Müller Cecília országos tiszti főorvos is meghívást kapott az eseményre, aki a védőnök köszöntésén túl az őket segítő jövőbeli intézkedésekről is beszélt. Nagy szeretettel és örömmel tettem bele ennek a meghívásnak, hiszen hosszú évek óta szokás Fejér megyében, hogy az országos köszöntést követően Fejér megyében külön köszönetet mondunk a Fejér megyei kollégáknak. Nagyon szívesen jöttem, mert így személyesen tolmácsolhatom a hálámat is egyben. Az elmúlt év minden sikeréért, sok munkáért, amit elvégeztek, hiszen a területen folyik, az az igazi közvetlen munka, a végrehajtás, amely előre viszi a családokat, a gyermekek sorsát, a fiataloknak a egészségfejlesztését. Szeretném kifejezni a nagy becsülésemet ismét. Itt a területen nagyon sok nehézséggel szembenézve, mégis aktívan a feladatokkal egyre bővülve sok oldalú szélesebb tevékenységet folytatnak. Ez a munka folyton csak bővül. El nem marad semmi, mindig csak hozzáteszünk egy lapáttal. A védőnő a teljes családot védi. Testi-lelki bajoktól, traumáktól. Teszi ezt a fogantatástól kezdve egészen a sírig. Eszközei a tudás, a tapasztalat, az empátia. A hivatások közül az egyik legkülönlegesebb, mert mindenféle emberrel szót kell érteni a mindennapok során. Folyamatosan fejlesztenie kell magát. Szerinten kell beavatkoznia, hogyha szükséges. Látja problémákat, és óvatosan el kell fogadtatnia azokat a megoldási javaslatokat, amiket gyakran nagyon nehezen tudunk kezelni. Hiszen csak ebben az esetben ér célt, hogyha empatikus és elfogadják őt. Tevékenysége gyakran 3 generációt éri, előfordul, hogy 4-et is. Szép, ambiciózus, egyben nagyon nehéz feladat is. Akik itt ülnek, sokkal jobban tudják ezt nálam. A mai napon önöknek nektek jár ezért az elismerés, a hála és a köszönet. Mivel is tudjuk segíteni ezt a nehéz munkát? A Nemzeti Népegészségügyi Központban kidolgozásra került egy olyan szoftver, amit én magam láttam, és már a tesztelése is zajlik, és én nagyon bizakodó vagyok, egyelőre elismerő hangokat hallottunk róla, amiben az adminisztrációs terheket tudjuk legalább csökkenteni. Követni tudjuk az adatáramlást, a kicserélődést, a gyermeknek a teljes életútját,
és bízom abban, hogy a tesztelést követően rövid idő múlva a terület számára tudjuk ezt bocsátani. Új lendületet nyer a Lényeg Szűrő program is. Július 1-től kezdve tervezni azokat a védő növénylistákat, és kiküldeni a meghívókat, ami a méhnyak rákszűréssel ösztönzi a hölgyeket. Szeptembertől pedig bevezetésre kerül egy új kötelező életkorosztályú védőoltás, a bármilyen elleni védőoltás. Gyermeket 13 és 16 hónapos korban egy két oltásos séma szerint fogják kapni. Ez is többlet munkát fog jelenteni, de rendkívül hasznos lesz, hiszen a járványügyi helyzetünket tovább javítja. Most az évi 35 ezer körüli előforduló esetszám jelentős csökkenését várjuk ennek a védőoltásnak. Válközség védőnője nyugdíjazás előtt áll, 40 éve hivatásának tekinti ezt a tevékenységet. Azt mondja, nem hagy fel a munkával, a szakma minden szépségével és nehézségével továbbra is a családok megsegítéséért dolgozik. 40 éves munkaviszonyom volt júliusban, fél évet vértesacsán kezdtem, mint pályakezdő, és 80 január óta válközségben dolgozom. Nagyon szeretem ezt a nehéz munkát. Borzasztó nagy alázatot kíván, és folyamatos szakmai továbbképzést, mert nagyon mások az elvárások jelenleg, mint ahogy elkezdtünk dolgozni. Megváltoztak az emberek, a körülmények, és nekünk ehhez igazodni kell. A mai díj, ez az elismerés mit jelent az ön számára? Hát végül is egy pályának egy méltó módon történő lezárását jelenteni, ha nem szeretnék tovább dolgozni. De szeretnék. A szépsége mindig az élet megszületése, az új élet, az új kismama gondozása. Szépsége az, hogy most már a nálam újszülöttek az anyukák, sőt, van már aki nagymama is, attól függ ki, milyen korán kezdi a szülést. A nehézsége az a fájdalom, esetleg a kudarcok, egy magzat elvesztése, egy családi tragédia, de nekünk ebben is meg kell fogni a család kezét és vezetni, és kiutat keresni. Mi elméletileg 0-tól 100 éves korig gondozunk. Ugye foglalkozunk először is a várandósokkal, majd a csemetéjékkel, nekem vegyes körzetem van, tehát iskolát is gondozok, plusz nővédelmi munkát végzek, tehát a Ményak Szűrő programban én részt veszek. Ezzel a hozzáállással érdemelte ki Kárpáti Hajnalka idén a kiváló védőnő díjat, melyet minden járásban a munkáltatók javasolhatnak. De a kitüntetésre érdemesnek bizonyult királyné Kis Veronika székesfehérvári iskolavédőnő, Fodorné Farkas Brigitta Gárdony területi védőnője, az alapi Kaszás Ildikó és az Ercsi védőnői szolgálat közösségének 5 dolgozója is. Az ünnepségen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szervezete, a Magyar Védőnők Egyesülete és a Fejér megyei kormányhivatal mondott köszönetet gyermekeink védőangyalainak. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!